a szülőtartással kapcsolatos szabályokról szavazott a minap a parlament, amelyben a szocialista párt képviselői számos fenntartást hangoztattak. Vendégünk Kóros Lajos, a Magyar Szocialista Párt parlamenti képviselője, a Népjóléti Bizottsággal elnöke. Voltak éppen mi a baj a szülőtartással kapcsolatos yeah. szabályokkal? Igen, hát előzményekhez hozzátartozik, hogy most másodszor vette elő a a Parlament ezt a ügyet, annál is inkább, mert júniusban volt már egy szavazás erről, akkor a Polgári Törvénykönyvbe került bevezetésre ez az intézményi forma, olyan megfontolásból, hogy akkor azok az idős emberek, akik intézményi elhelyezésbe részesülnek az állam vagy egy egyházi vagy önkormányzati fenntartású bentlakásos idősotthonba, és valamilyen oknál fogva az ő jövedelme kevesebb annál, mint az intézményi térítési díj, akkor az intézmény igazgatója indíthasson pert a család ellen, annak érdekében, hogy valaki térítse meg azt a különbözetet, amelyet az idős ember nem tud megfizetni. Hozzá tartozik ehhez a kérdéshez az, hogy az idős emberek most is fizetnek, ugye a bentlakásos intézményekért, hiszen a törvény úgy szól, hogy a mindenkori nyugdíjának a 80%-át térítési díjgyanán beszedheti a fenntartó. Na most nagyon sok olyan idős ember van, aki nyomorultul kevés nyugdíjból kénytelen élni, és a térítési díj, az intézményi térítési díj az lényegesen magasabb, mint az ő nyugdíjának a 80%-a. Csak egy példát hagyd mondjak erre: hogy ha mondjuk 120 ezer forint a térítési díj összege, és 100 ezer forint a nyugdíjasnak a nyugdíja, akkor őtőle 80 ezer forintot kérhet, ugye értelemszerűen, most kerekösszegeket mondok a könnyebb számolás érdekében. Tehát itt valakinek azt a 40 ezer forintot meg kell fizetni. Ez volt az előzmény. És most ezt a szociális törvényben is át akarja vezetni, illetve tegnap döntött ugye a parlament erről, a fideszes többség, hogy a szülő is kezdeményezhet most már pert a saját hozzátartozója, értelemszerűen hát a, gyereke. a gyereke irányába, azért, hogy a térítési díjat megfizessék. Ez véleményem szerint egy kritikán aluli. Tehát abba kell belegondolni, hogy azt... A szándékot én nem vitatom, hogy valakinek meg kell fizetni azt a különbözetet, amelyről szó van. Hiszen egy intézmény működéséhez hozzátartozik az, hogy felelősen gazdálkodjon. Másik oldalon ott vannak azok az idős emberek, akik az egész életüket végig dolgozták, de valamilyen oknál fogva az időskori jövedelmük, értelemszerűen itt a nyugdíjuk, nem teszi lehetővé, hogy a teljes térítési díjat megfizessék. Ezért szeretném megjegyezni, ezek az idős emberek ugye nem ingyen laknak bent a bentlakásos idős otthonokban, én kigyűjtöttem a múlt évben teljes évet véve januártól december 31-ig közel 70 milliárd forintot fizettek idős emberek az országban lévő bentlakásos idős otthonok térítési díja gyanánt. Tehát eh, arról van szó, hogy az én értékrendem szerint hogy, hogy kérem szépen, itt van egy társadalmi szolidaritás. Azt értjük, hogy különbözet van a nyugdíj és a térítési díj között, de akkor bizony az államnak kell a zsebébe nyúlni, és nem a családtagokra terhelni. Ez az egyik ügy. A másik megközelítés, és erre nem tudott a, a, a válaszoló államtitkár sem a bizottsági ülésen, sem a parlament plenáris ülésén nekem semmilyen elfogadható választ adni. Gondoljunk vele ebbe a helyzetbe. Hogy egy idős ember arra kényszerül, hogy bíróság előtt bizonyítsa azt, hogy ő térítési díj fizetésre képtelen, és ezt a képtelenséget, mármint a különbözetet, ezt terhelyék a gyerekére. Hát micsoda világ ez? Egyszerűen nekem ez nem, nem megy bele a fejembe. De megfordítottam a helyzetet. Hangsúlyozni szeretném, én szociológus vagyok, és nem jogász, de mégis azért már most több mint két évtizede a parlamentben lévő politikusként csak van valami affinitása az embernek ezekhez a jogi képtelenségekhez. A másik oldalról egy gyermeknek bizonyítania kell egy bíróság előtt azt, hogy az ő édesanyja, az érdemtelen arra, hogy ő utána a gyerek térítési díjat fizessen. Mindegy, hogy mi lesz a bírósági végzés. Mindegy, hogy milyen határozatot hoz a bíróság, ha egyáltalán tud határozatot hozni. Mert ez nem, nem kerek ez az egész. Tehát nekem mondták a joghoz értő magasan kvalifikált szakemberek, hogy bizonyít a kúriának valamilyen állásfoglalást ebben a kérdésben hoznia kell, mert mi alapján fogják eldönteni azt, hogy a gyerek képes a térítési díj különbözetet megfizetni, vagy nem képes megfizetni? Nincsenek ilyen kategóriák. Egy biztos, hogy a szülő és a gyerek között egy életre megromlik a kapcsolat, hogyha ő nekik bíróság előtt kell pró vagy kontra a maguk igazát bizonyítani. Ugye sokan mondták azt, amikor a Fidesz kormány idején az új alaptörvényt elfogadták, és amely alaptörvénybe bekerült a, a, a szülőkkel kapcsolatos kötelezettség a gyereknek, hogy ez a puszta egyetlen mondat alapozza meg azt, hogy később az állam kivonulhasson a nyugdíjasok segítéséből, egyáltalán a nyugdíjak finanszírozásából, az ellátásból, mint egy ö, áthárítva a felelősséget gyakorlatilag a nemzedékek ö, közöttre jól érzékelik azok, akik ezzel érvelnek, hogy ez egy folyamat, és egyre több ilyen intézkedés várható, amelynek az az egyetlen irányelve, hogy az állam minél inkább kimeneküljön idézőjelben szólva a kötelezettségei alól? Nagyon jól látja a probléma fókuszát, ugyanis Valóban így van, hogy annak idején, mikor az alaptörvényt megfogalmazták, akkor borzasztóan legyengítették a szociális jogokat, borzasztóan felpuhították, és, és, kivezették az új alap a törvényből, ami a alkotmány helyébe lépett. Ugyanis arról van szó, hogy régebben a régi alkotmány állampolgári jogként deklarálta például a társadalombiztosítási nyugellátáshoz való jogot, állampolgári jogként deklarálta az egészségbiztosítás által való egészségmegőrzéshez való jogot. Ma már ezek nincsenek benne. Maga a szó, azt hiszem, hogy egy korábbi beszélgetésben utaltam is már rá itt a, a, a TV nyilvánosság előtt, hogy a, maga a szó nincs az alaptörvényben, hogy társadalombiztosítás. Egyéb iránt január 1 gyakorlatilag meg is szünt eddig most már formálisan is az egészségpénztárt is, nem beszélve arról, hogy a fölötti társadalmi kontroll már régen megszűnt. Ez az egyik dolog. A másik pedig, amiről itt érdemes foglalkozni, hogy az alaptörvény ma már csak azt mondja, azt deklarálja, hogy az időskori jövedelem biztonságra csak törekszik az állam, hogy ez biztosítsa. És ugye erről is beszéltünk, hogy kizárólag az öregségi nyugdíjat garantálja, az összes többi nyugdíjszerű ellátás, az bármikor elvehető, felfüggeszthető a folyósítása, vagy bármilyen mértékben csökkenthető, hiszen ezekre példák is vannak már. Manapság. Úgyhogy a szülőtartás intézménye ebbe a filozófiába illeszkedik, hogy a, amíg itt Magyarországon Fidesz vezette kormány van, egybe biztosak lehetnek, hogy évről évre kevesebb jogosultsággal fog bírni egy-egy állampolgár vagy rászoruló ember, másrésztről pedig minden terhet. A középgenerációra a szociológiában ezt a szendvics generációnak hívjuk, azért, mert ők kettős szorításban vannak a középkorúak. E, és, és ugye nekik kötelességük van a gyerekeik felé, hiszen azokat föl kéne nevelni lehetőség szerint a lehető legjobb színvonalon, és gondoskodniuk kell az idős szülőről. E, az államtitkár úrnak a, a parlamenti vitában egy másik problémára is ráfókuszáltam, és erre se válaszolt. Mi van akkor, hogyha a tartási kötelezettséggel terhelt, maga is ellátásra szorul? Hát, hogy a gyereknek még, akit, akit a bíróság arra kötelez, hogy finanszírozza meg ezt az ellátási kötelezettséget, magának is Segítségre van szüksége. Akár ugyanabban a minőségben, mint a szülőnek. Aha. Hát hiszen azt el tudjuk képzelni, hogy van egy több mint 80 éves idős nő, akinek a gyereke elmúlt 60 éves, tételezzük fel, hogy 20 éves korában szült gyereket, 82 éves nőnek simán lehet 62 éves gyereke, de ő is intézményi elhelyezésre szorul, az egészségi állapota mindegy, hogy a fizikai egészségről vagy a mentális egészségről van szó, akkor ő ráterhelik a tartási kötelezettséget, de ő maga sem képes finanszírozni ezt a különbözetet, amiről, amiről a pertárgya szól. Akkor ő tovább hárítja a saját gyerekére ezt a tartási kötelezettséget, miközben ő sem képes a saját térítési díját fizetni. Tehát most a nagymama szemszögéből nézve már az unokánál tartunk, és az unokának kéne finanszírozni az édesanyja tartási költségeinek a különbözetét, és a nagymama tartási kötelezettségének a különbözetét, miközben mondjuk van két vagy három kiskorú gyereke, vagy éppen egy egyetemista, meg, meg két gimnazista gyereke, akiről neki gondoskodni kell. Most azzal magyarázzák, hogy nem fog nagy probléma történni, mert akinek eddig intézményi elhelyezése volt, annak továbbra is megmarad. Hát még szép, hogy nem teszik ki az utcára télvíz idején ezeket az idős embereket. És hát van egy nagyobb probléma, ez a, 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 a napközbeni ellátás, az idősek napközbeni ellátásához kapcsolódó a házi segítségnyújtás intézménye, mert hogy az sincs rendben. Igen. Ugye miközben arról beszélgettünk, hogy a rendszerekben, a rendszerek szintjén az állam kivonul az idősek ellátásából, láthatóan egyre több feladatot, kötelezettséget. Ad át másoknak, az állampolgároknak. Akközben, hogyha ha úgy ítélik meg a költségvetés mindenkori őrzői, hogy erre van valami minimális mozgáttér, akkor valami ajándékként feltüntetett rendkívüli emeléseket, jutalmakat, ajándékokat osztogatnak. Ugye az idén viszont ez az Erzsébet utalvány keretében jutatandó 10.000 forint borzolta a kedélyeket az ajándékot sem sikerül úgy tűnik úgy menedzselni, hogy annak öröm legyen az eredménye. Tehát ez az egész egy megalázó, ami itt történik. Tehát én komolyan mondom, azt hittem itt a hétvégén, hogy valami burlex filmnek a forgatásán vagyok, hogy egymás után szólaltak meg kormányzati politikusok, és... és Egyszerűen, komolyan mondom, a sírni volt kedvem. Hát aki látta hétvégén Tálai András az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozatát, aki nem tudott egy épkézláb mondatot mondani arról, hogy a 27 milliárd forint értékű Erzsébet utalvány hogy a fenébe kerül 45 milliárd forintba, és ő felelős az adóügyekért, azért tévedés ne essék. Hogy, hogy egyszerűen látszik, hogy nem áll rendelkezésére még az a fogalmi aparátus sem, amivel ezt meg tudnám magyarázni. Mert hogyha ha csak annyit mond, hogy ennek közterhei vannak, vagy, vagy ha már cizellálni akarja, akkor azt mondja, hogy személyi jövedelem adóval és egészségügyi hozzájárulási adóval terhelt jövedelem, akkor, akkor ezt a legtöbb ember érti. Egy dolgot biztos, hogy nem értenek a nyugdíjasok. Hogy miért kellett ebből ekkora balhét csinálni? Mert egy világosan látszott, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek így is leterheltek, és ők ezt nem fogják tudni megcsinálni. Ez meg is dőlt hétfő reggelre, hétfő délelőtre. Miközben Kósa Lajos azt bizonygatja, hogy de mégiscsak a köztisztviselőknek kéne ezt kivinni, azért, mert ha a postás viszi, akkor majd azt fogják hinni a nyugdíjasok, Zárójelet nyitok, ugye ebbe be van kalkulálva, hogy ilyen primitívnek vagy hülyének, mm. én nem szoktam így beszélni, ne haragudjon, de hülyének nézi Hülyé. a nyugdíjasokat hogy nehogy azt higgyék, hogy majd ez minden hónapban jár, és egyébként a köztisztviselő majd el tudja magyarázni a nyugdíjasoknak, hogy ezt Orbán Viktortól kapta. Hát ez egy hazugság, ez egy gazemberség. Ne haragudjon, nem a Orbán Viktortól kapja, hanem azoktól a munkavállalóktól, munkásoktól, és azoknak a foglalkoztatóitól, a gyárak tulajdonosaitól, akik ezt elő, előállítják és megtermelik az erre való pénzt. Egy, kettő... Ö Tegnapi nap folyamán az világosan látszott, hogy a köztisztviselők ezt nem tudják megcsinálni. Még mindig nem tisztázott, hogy biztos, hogy a posta viszi ki. Én remélem, hogy ez, mert ez, ez mutatkozik a legésszerűbb megoldásnak. Bár tegnap a, a, a felvetések a parlament folyosóján már arról is szóltak, hogy közel 16 ezer közmunkás dolgozik az államigazgatás valamelyik szegmensében, a kliknél vagy, vagy egyéb intézményeknél, hogy talán velük vitetnék ki. Na de hát ezek az emberek nincsenek arra kiképezve, hogy értékpapírokat átvételivel, sorozatszámmal, regisztrálva továbbítsanak. A generális probléma az, hogy itt egy normális nyugdíjemelésre kellett volna sort keríteni, miközben az a Nemzeti Bank világosan mondja, hogy a jövő évre 2,3%-os uh, inflációra lehet számítani, akkor ehhez kellett volna beállítani a, a nyugdíjemelést. Ezzel szemben most 1,6-ot akarnak adni, miközben a törvényi háttere ennek sincs meg, csak így mondom, még mindig 0,9-el szerepel uh, a parlament előtt az elfogadott költségvetési törvény, Egyéb iránt pedig nekünk volt egy javaslatunk, hiszen éveken keresztül jól működött az úgynevezett svájci indexálás, amelyik 50%-ban a nettó bérkiáramlást, 50%-ban pedig az inflációt vette alapul. Egy, egy, ilyen felállásban, mivel 5,2%-os volt a nettó bérnövekedés, a nyugdíjasoknak január 1-ével 3,2%-os nyugdíjemelésre kellett volna sort keríteni, és emellett még itt van, ha már mégis akarnak valamilyen juttatás pluszba adni, akkor a kis nyugdíjasoknak kellett volna plusz juttatást adni, az pedig a méltányossági nyugdíjemelés kasszájának a megemelésével megtehette volna a kormány, de erre nem volt hajlandóság. Hadd hozzam vissza az előbb ö, idézett egyik mondatát, ugye, amit a Tálai András ö, államtitkártól idézett. Pontosabban, azt neki kellett volna mondania, hogy a, a, a költségvetésben az Erzsébet utalványokra betervezett összeg azért annyi, amennyi, mert hogy ott közterhek vannak, személyi jövedelmadó és, és más közterhek is. Azt jelenti ez, hogy esetleg a, a, azoknak, akik megkapják ezeket az utalványokat, majd ezt az adót le kell róni, vagy adóbevallást kell készíteniük? Egy biztos, hogy ez nem nyugdíj, vagy a nyugdíj az adókötele, adómentes. Ez pedig egy olyan jövedelem, amely nagy valószínűséggel adóköteles jövedelem lesz. Hát az már a csimboraszója a balhénak, már bocsánatot kérek a, a kifejezésért, hogyha a, a 2,7 millió nyugdíjas fejenként kap egy 10 000 forintos utalványt, és ez nála, mint, mint jövedelem jelentkezik, ami nem nyugdíj, és nekik a következő évben adóbevallást kell csinálni, és ezután esziát kell fizetni, hát erre már igazán nem találok szavakat. Tehát az látszik, hogy káosz káosz hátán én azt szűrtem le az elmúlt egy hétben, hogy a propagandához sokkal jobban értenek, mint a kormányzáshoz. Ezt nem így kellett volna megoldani, mert ezt a hercehurcát a nyugdíjasok nem érdemlik meg. A nyugdíjasok ettől sokkal többet érdemelnek. Köszönjük képviselő úr, hogy ezeket az információkat megosztott az Zugló Televízió nézőivel, és arra szeretném kérni, hogy álljon a rendelkezésünkre a továbbiakban is, mert úgy tűnik, hogy lesz még mit megbeszélni. Szép karácsonyt kívánok én is, és boldog új esztendőt mindenkinek. Köszönjük.